felkészülés alatt mindenki arról beszélt, hogy mennyire meggyengült a Vasas, de nem, hogy pariba voltak a Honvéd, hanem domináltak végig. Hát igen, azt szeretem, amikor azt mondják, hogy a Vasas meggyengült, mert én azt gondolom, hogy akkor a játékosoknak plusz motivációt jelent, hogy úgy gondolják a kívülálló emberek, hogy ők nem jó játékosok. Ez a mai mérkőzésen is látszott. A játékosaimat minden dicséret megjelenti a hozzáállásért. Habár én mindig úgy vagyok vele, hogy azért, mert valaki tisztességesen áll hozzá, és győzni akar, hajt küzd, ez nem kell megdicsérni, arra lépni kell, de a játékosaim minden megtettek azért, hogy sikeresek legyenek. És tulajdonképpen, hogyha azt mondom, az ellenfelünk kettő büntetőből tudott gólt szerezni, kapura lövés sem többet tudok itt számolni. Nekünk a második félidőben voltak helyzeteink, az elsőben is volt egy, de hát a tanulság a mérkőzésnek, hogy jobban kell figyelni, jobban kell koncentrálni, hogy ne kerüljünk olyan szituációba, hogy büntető közösen az ellenfél. Az biztató mindenképpen, sőt, nagyon jó dolog, hogy a szurkolóink a mérkőzés után a csapatot megtapsolták, biztatták a csapatot, ez egy nagyon jó dolog, hiszen ők is látták, hogy ezek a játékosok átérzik azt, hogy milyen nagymutú klubban futballozhatnak, és ezért megtesznek mindent. A játékban voltak problémák, voltak egyéni hibák, amiért kikaptunk, a jövőben erre jobban kell figyelni, és kiküszöbölni ezeket a hibákat. Jelen pillanatban ugye a tabella alapján akár mondhatjuk a Vasasra azt, hogy a kiesés ellen kell küzdenie. Mit gondol ön a keret erejével kapcsolatban? Ez valóban így lesz? Én nem gondolkozok a kiesésben, és a keret erejét sem ítélem meg. Ezek a játékosok, nekem a saját gyerekemként szeretem, nekem a legjobbak ezek a játékosok, ők dolgoznak a kezem alatt, ők fognak megtenni mindent, és én ezt hiszem és tudom is, és ők is tudják, hogy ez a Vasas soha nem fog kiesni. A játékosoknak a feje az tiszta, mégpedig azért, mert mindig elmagyarázom nekik, hogy bármi történik, ők sportemberek. Lehet, hogy ahogy mögöttük a vezetők tárgyalnak különböző dolgokról, viszont ők sportemberek, és ha kimennek a futballpályára, akkor mindent meg kell tenni. Legyen az bármilyen mérkőzés. Nálam nincs felkészülési mérkőzés, nincs bajnoki mérkőzés. Mérkőzés van, ahol a játékosnak ki kell menni. A legjobb tudása szerint kell teljesíteni, meg kell tenni, mint azért a csapat sikeres legyen, és hogyha ne adj Isten egy menedzser észreveszi, akkor külföldre el tud kerülni. Tehát ezek a dolgokkal én nem foglalkozok, és a játékosaim sem foglalkoznak azzal, hogy mi folyik a háttérben. Legalábbis bízom benne, és próbálom őket abban az irányba terelni. Értelemszerű, hogy ha minden rendben lenne, akkor esetleg jobb lenne, de ezzel nem foglalkozhatnak, erre nem lehet hivatkozni, hogy esetleg azért nem futottam egy méterre többet, vagy azért nem figyeltem, mert mondjuk gondok vannak. Egy a fontos, hogy sportemberként hozzáállni mindez, viszont az is fontos, hogy bárki feltette a kezét, hogy nekem ez nem működik, akkor ezt nem csinálja, de viszont ha csinálja, akkor csinálja tisztességesen és őszintén.